A városnak zajlik a elmúlt évtizedeket figyelembe véve legnagyobb összefüggő oktatásfejlesztési programja, és ennek a programnak keretében, amelyről ugye beszéltünk már korábban, egy 12 milliárdos az új Phoenix terv keretében megvalósuló programról beszélünk. Egy nagyon fontos fejlesztése, itt a régi UNOK, most Beregszászi szakgimnáziumnak a fejlesztése és felújítása. A Debreceni Szakképzési Centrum az egyik legjelentősebb partnere Debrecennek mind az oktatási területen, mind pedig a gazdaságfejlesztési területen, és azért is esett a Beregszászira a választás az új Phoenix terv fejlesztési programjának az összeállításánál, mert az egyik legkomplexebb oktatási intézménye a városnak. Itt a oktatáshoz szükséges tantermi infrastruktúrától kezdve könyvtáron, uszodán, színháztermen, kollégiumon keresztül gyakorlatilag minden egy helyen van, és fontosnak tartottuk, hogy a szakképzési centrum részéről, mert egyébként általában, mivel a tankerületi intézmények a legfőbb haszonélvezői a város oktatáspolitikáját vállalt felelősségének, a Debreceni Szakképzési Centrum legkomplexebb épülete is kerüljön be ebbe a fejlesztési programba. Az új Phoenix terv oktatás fejlesztési programja az szintén komoly komplexitást mutat, hiszen a bölcsődétől egészen a gimnáziumokig tart ez a fejlesztési volumen. 12 bölcsődei intézmény van a városban, ezeknek mindegyikét érinti fejlesztés, van, ahol felújítás történik, van, ahol eszközfejlesztés történik. Nem messze innen, két héttel ezelőtt képviselő úrral együtt adtuk át a Mesekert óvoda és az Ősz utcai bölcsőde kívülbelül felújított épületét. Tehát bölcsődéket, óvodákat, 33 óvodai épületünk van, ebből 17-nek a felújítása van benne a fejlesztési programban. Ez is megfelelő ütemben halad, és természetesen az oktatási intézmények közül nagy hangsúlyt fektetünk az általános és a középiskolák fejlesztésére. Ugye elkészült már a Vénkerte általános iskola, a 60 István általános iskola, az Ady Endre gimnázium, a Lillatéri általános iskola, és a Zenede energetikai felújítása is gyakorlatilag a végéhez közeledik. Rövidesen néhány napon belül ott is birtokba vehetik a diákok az új felújított, kívülbelül felújított épületet. Az egyik legszebb műemléképülete és a városnak, és emellett pedig augusztus végén a Debreceni Nemzetközi Iskolát is át tudtuk adni, amely egy új lehetőséget, egy új kaput, egy új korszakot nyit a debreceni oktatás történetében. És folyamatban van a Jerikó utca 17 szám alatt itt ennek a hatalmas oktatási épület komplexumnak a felújítása. Itt jelentősen is energetikai felújítás, de távlatilag az épület belső részében is akarjuk folytatni ezt, nyilván a anyagi lehetőségeknek és támogatásoknak megfelelően. Az épület komplexitásából fakadóan is komoly nagyságrendet képvisel a felújítási keret. Több mint 1,5 milliárd forintot fordít a debreceni önkormányzat és a Debreceni Szakképzési Centrum ezen intézmény felújítására. A költségeket megosztottuk, majd a Szakképzési Centrum által vállalt részről kancellár urat kérem meg, hogy mondjon néhány gondolatot. Itt ennek a fejlesztésnek köszönhetően nyílászáró, tehát komplett nyílászáró csere történik meg, megtörténik a belső energetikai rendszer felújítása, hőszigetelése az épületnek, a szellőzőberendezések, a szellőzőrendszer felújítása, a kül- és beltéri világítási rendszernek a rendbetétele, fűtési rendszer geotermikus energiaforrás felhasználásával kerül majd felújításra, és napcellákat, napelemeket is telepítünk magára az intézményre. És természetesen van még teendőnk, hiszen a következő években, a következő időszakban előkészület alatt van a Fazekas gimnázium, a Bocskai általános iskola és a Dózsa György általános iskola energetikai felújítása, ami az új Phoenix terv következő lépéseit jelenti. De nem fogjuk itt abba hagyni a város közoktatási rendszerének felújítási programját.
hiszen a kormány néhány héttel ezelőtt döntött, Palkovics miniszter úrral jelentettük be két hónappal ezelőtt, döntött a Debrecen 2030 oktatási programról. A Debrecen 2030 oktatási program keretében a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem infrastruktúrájának megújítása következik majd a következő öt esztendő folyamán.